Hello, rosszítok, Sirius vagyok. ez pedig egy nagyon különleges témájú videó. Egy, egy tech videó lesz végeredményében, de nem unboxing, meg nem is egy nagyon szigorúan vett teszt, és igazából nem is csak és kizárólag az eszközről fogunk beszélni, amiről szó lesz, ugyanis maga a témakör is kifejezetten érdekes. Ennek a videónak a témája nem más, mint a kiterjesztett valóság úttörője, a Hololens. Mielőtt azonban bármibe belevágunk, annak ellenére, hogy ez nem egy szponzorált videó, szeretném nagyon megköszönni a lehetőséget az Aeroglassnak, ugyanis ez a kütyű az övék mert mint nem ők fejlesztették a HoloLens egy Microsoft eszköz, azonban konkrétan az ő tulajdonukban van, nincsen belőle túlzottan sok Magyarországon, azonban voltak olyan kedvesek és kölcsönadták nekem ezt az eszközt, hogy megcsinálhassam róla ezt a videót, egyébként ők szintén valószínűleg valósággal foglalkoznak, egy olyan eszközt fejlesztenek, teljesen laikus szavakkal próbálom most megfogalmazni a dolgot, valószínűleg ők is fogják látni a videót, úgyhogy előre elnézést, ami amatőr pilótáknak segít Például eléjük vetíti a különböző repülési útvonalakat, meg azt, hogy mi a kijelölt leszálló pályájuk, meg hova kell gurulniuk a földön, meg hova nem repülhetnek. Szóval értek az ilyen dolgokat, amiket nyilvánvalóan tudnak a pilóták, de mennyivel egyszerűbb, hogyha látnak is. Egyébként ennél a cégnél dolgozik a bátyám. Szóval visszatérve magához az eszközhöz, egy alapvetően kísérleti stádiumban lévő hardware van szó. Mint ilyen nem is érdemes a végleges tesztet mondani róla, meg a maga előnyei, meg vannak a maga hátrányai, ami biztos, hogy nagyon-nagyon sokat fog még fejlődni. Mire el tudna ténylegesen terjedni, illetve egyáltalán meg tudnánk mondani egyértelműen, hogy mire jó. A virtuális valóság és a kiterjesztett valóság között az a különbség, hogy a virtuális valóság esetében teljesen elzárnak minket a külvilágtól. A hallásunkat tekintve nem feltétlenül, mert a beszűrődő hangokat nem tudják lezárni, de megpróbálják. Azonban a szemünket mindenféleképpen, hiszen egy kijelzőt helyeznek a, a szemünk elé, és így nem látunk ki, csak és kizárólag a számítógép által generált képet láthatjuk. Tudunk benne nézelődni, tudunk benne valamennyire mozogni, azonban nem látunk ki semmit. Tehát, hogyha egy hokedlit elrejtenek mögöttünk, akkor elzúzunk, mint az atom. A kiterjesztett valóság azonban, a, azonban nem akadályozza a látást. Ez egy teljesen normálisan működő, fényáteresztő kijelző gyakorlatilag egészen addig, ameddig meg nem szeretne valamit jeleníteni. És általában ezek a dolgok, amiket megjelenít, ezek kapcsolatban állnak a külvilággal. A HoloLens maga folyamatosan próbálja letapogatni a környezetét, hol vannak falak, hol vannak sík hol vannak esetleg bútorok. Nyilvánvalóan nem tudja róla, hogy bútor, de az tudja, hogy egy sík felület, ami előrébb van, mint a mellette lévő sík felület. És egy nagyon konkrét képet alkot a szobáról, hogy hol lehet dolgokat megjeleníteni, illetve nyilván bárhol lehet, de hogy mihez tudja visszanyíteni ezeknek a dolgoknak a megjelenítését. Abban az esetben, ha például teljesen normális applikációkról beszélünk, ilyen például mondjuk a YouTube YouTube applikációja, akkor azt mondjuk egy falfelület elé igazítva tudja elhelyezni, és az konkrétan ott is marad. Elsétálhatunk a helységből, visszasétáltunk a helységbe, elnézhetünk, visszanézhetünk. Az a lejátszó az az ott marad, amennyire az ott maradhat. Abban az esetben viszont, hogyha nem kétdimenziós, egyébként számítógépes felhasználásra tervezett felületet próbálunk itt megjeleníteni, hanem különböző hologramokat, 3D-s modelleket, akkor azokat pedig szépen elhelyezhetjük a térbe, és akkor utána lehet babrálni, meg lehet nézni közelebbről, oda lehet menni, el lehet menni, értitek, és ugyanúgy ott marad a dolog, későbbiekben visszatérhetünk, folytathatjuk esetleg a munkát. Hogy mi ennek az eszköznek a tényleges felhasználási módja, az, mint említettem, lényegesen nagyobb kérdés, mint mondjuk egy virtuális valóságszöveg esetében, ugyanis természetesen képes hardveresen játékokat futtatni, meg tudja jeleníteni a falon, meg, meg bele tudja helyezni abba a térbe, amiben igazából mozgunk. Azonban ettől függetlenül a játék maga nem feltétlenül lesz több mintha csak normálisan játszanak. Nyilvánvalóan vannak olyan felhasználásai, hogy gondolhatunk olyan felhasználásokra, amik, amik aztán nagyon királyak, és, és mit tudom én, egy lézerharc, ahol körülbelül meg van építve a pálya, és utána ilyen szemüvegek vetítik rá a kiegészítést. És ahol ténylegesen fizikai kontaktusba kerül vele a játékos, ott meg van építve, azonban mondjuk fölfele, vagy ahol nem tudja megérinteni, de látja, ott pedig már ezek az eszközök vetítik elé igazából azokat a felületeket, amik, euh, amik így elképesztően néznek ki. És mondjuk simán lehet választani ugyanannál a pályánál, hogy egy várban szeretnénk harcolni, valahol, mit tudom én, Németországban, vagy pedig egy science fictionből szabadult űrbázison, és nyilvánvalóan ez összerakható. Azonban véleményem szerint nem ez a legerősebb felhasználása ennek a kütyűnek, hanem sokkal inkább a, a, a munka világában, a munka és a tutoriálok világában lesz szerintem a legesleges leges, leghasznosabb. Képzeljünk el egy mérnöki, képzeljünk el egy 3D tervezői munkát, amikor ténylegesen úgy tervezünk valamit, hogy gyakorlatilag sétálunk mellette, nézelődünk, előveszünk alkatrészeket, oda helyezzük, aztán egy kicsit finomítunk rajta, lényegesen közelebb, lényegesen jobban átérezve tudjuk megvalósítani az ilyeneket. Szerintem ez a legesleges leges, legegyértelműbb felhasználási módja. Amire sajnos nem tudok példát mutatni, azonban szerintem ez lenne a lehető legkirályabb felhasználási mód, az a különböző mérnöki, orvosi, vagy, vagy ilyen jellegű felhasználás, ahol konkrétan javítunk valamit. Most az, hogy embert vagy járművet, pff, fogalmak csupán. Szóval az a lényeg, hogy elég pontos a követése, és elég pontos a trekkingje ahhoz, hogy meg tudja határozni mondjuk, vagy lehet a jövőben elég pontos ahhoz, hogy meghatározza mondjuk, hogy mit lát konkrétan maga előtt egy, egy autó motorját, és azon szépen jelezni tudja mondjuk a számítógép, számítógépes tesztek eredményeit, hogy pontosan mi az, ami el van romolva, hogy az valószínűleg hol van, mi az, amit el kell kezdeni szétszerelni, sőt, igazából, hogyha tovább lépünk egy egész gondolatnyit, akkor akár azt is megmutathatja, hogy milyen sorrendben kell elkezdeni szétszedni azt az alkatrészt. Teszem azt, kiemelheti azokat a csavarokat, amiket először kell kivenni, utána kiemelheti azt a panelt, amit utána kell levenni, és így szépen végigvezethet igazából akár laikusokat is egy-egy bonyolultabb, vagy nem feltétlenül bonyolult javításra mechanikán. Itt tart jelenleg a technológia? Nem. Egyáltalán nem tart itt a technológia. Benne van a lehetőség ebben az eszközben, illetve ebben az egész gondolatmenetben, hogy itt tartson valamikor majd a technológia. Igen benne van természetesen a lehetőség, és véleményem szerint ez lenne nagyon-nagyon érdekes, nem is feltétlenül a gaming felhasználás. Nagyon érdekes amúgy, hogy a hololens magát az E3-on, a Gamescom-on, mindenhol tolják, leginkább egy Minecraft applikációval, ahol a térképet nézheted furcsa szögekből, erről már többször beszéltem, hogy ez egy olyan beleerőszakolt felhasználás, ami gyönyörű szépen prezentálja az eszköz technikai lehetőségeit, megmutatja, hogy igen, felismeri a vízszintest, igen, oda tud vetíteni, igen, tudod nézegetni oldalról, azonban teljes mértékben haszontalan egyébként, viszont bőven elegendő ahhoz, hogy egy halom újság foglalkozzon vele, és mint ilyen eljutassák a legtöbb emberhez, és hogyha már ez megtörtént, akkor pedig csinálhatnak rá hasznos dolgokat. Képzeljétek el egy Skype alkalmazást, ahol tudunk rajzolni a másiknak, és tudunk neki segíteni azzal, hogy mondjuk hogyan szerelje meg a csapot egyedül. Na ez. Ez az a lehetőség, ami nagyon-nagyon király. A lehetőségek tekintetében ez egy nyitott könyv. Lehet például az árok lesz, lehetnek példák azok, amiket eddig én felsoroltam. Évek vannak még köztünk, és ennek a technológiának az elterjedése között. A kérdés az, hogy mi a jelenlegi valósága ennek az eszköznek. Technikai szemmel el lehet sorolni a hardware specifikációit, de mivel nem nagyon tudjuk máshoz viszonyítani, ezért így nem tudjuk megmondani, hogy ez megváltja -e a világot, vagy sem. Amit lehet tudni, hogy egy customer célra épült processzort használnak, 2 gigaram van az eszközben, 64 GB tárhely, illetve egy halomérzékelő, különböző mélységérzékelő, kamerák, négy darab mikrofon, szóval egy halomérzékelő, ez igazából összességében azt a hatást kelti, hogy ezzel a hololens a Microsoft konkrétan az alapjait próbálta megteremteni ennek a technológiának, a pontos trackinget, amennyire lehet valami pontos tracking, a megfelelő, megfelelő érzékelést, a megfelelő felismerést, a megfelelő használhatóságot, és utána kiadja azoknak az embereknek a kezébe, akik elkezdhetnek rá fejleszteni, és ők majd igazából kitalálják azt, hogy mire is lesz majd ez igazán jó, illetve hogy ahhoz mit kell még a továbbiakban fejleszteni, hogy még jobb legyen arra a feladatra. Technológiai tekintetben a lencsékről nem beszéltem még, ugye mind a két szemhez jut belőle egy-egy, ennek köszönhetően lesz 3 az, amit ténylegesen látunk, 16-9-es képarányúak, a használat tekintetében maga az eszköz meglehetősen kényelmes, nem nyomja nagyon a fejet, nem nagyon-nagyon nehéz, igen, egy picit azért nyilván nehéz, de hát ahhoz képest, hogy mi technológia van belezsúfolva egyáltalán nem rossz az 579 gram, és meglehetősen fixen ül. A fejen lehet benne nyugodtan mozogni, nyilvánvalóan bukfencezni, kézzel állni, meg ilyeneket nem lehet benne természetesen, tehát azért inkább egy kalapként kell rátekinteni, mint például mondjuk egy sport szemüvekként, ami nagyon szorosan fogja az ember fejét, azonban a mindennapi használatban egyáltalán nem jelent nagyon-nagyon nagy kényelmetlenségeket. Az orr nyerget egy picit talán jobban nyomja, ennek egyértelműen nyoma marad, miután levesszük, azonban ehhez is azért húzamosabb ideig kell egy húzamba használni, ami mondjuk egy olyan fél, három óra környékén jelentkezik először. Ennek az eszköznek a legnagyobb ahileszíne egyébként a látótér, ami, amit ténylegesen belátunk. Ugye, ha külső szemlélőként így ránézzünk, akkor azt mondanánk, hogy ú, uh, te jó ég, hogy mekkora plexi, és akkor valószínűleg mindent látunk, és az a helyzet, hogy ezt a feelinget, Erősíti meg maga az eszköz is, ugyanis a be, beépített videó és fotó rögzítő eszköz az gyakorlatilag a körülöttünk lévő teljes virtuális teret rögzíti, ami úgy beesik a kamera látószögébe, viszont mi ennek csupán a töredékét látjuk egyszerre. Összességében egy kifejezetten pici rész az, amit jelenleg belátunk, úgyhogy abban az is, ha nem állunk nagyon messze attól, amit nézünk, akkor valószínűleg ki fog lógni a a sarkokon. Ezt mindenféleképpen fejleszteni kell a jövőben, azonban hozzá lehet szokni igazából a felhasználásához, csak mennyire király lenne, ha mondjuk nem kéne. A kijelző egyébként a méretétől eltekintve teljesen rendben van. Nem mondom, hogy nincsenek színhibái, meg nem mondom, hogy nem át tetsző néha a hologram, azonban alapvetően ahhoz képest, hogy kivetíti és a valóságba beilleszti, amennyire ez természetesen lehetséges, ahhoz képest teljesen jó. Abban az esetben, ha mögötte valami szín van, akkor azért az be tud zavarni, vagy abban az esetben, ha mondjuk nem behúzott függönyöknél használjuk, azért a beérkező fény az, az túl tudja úgymond nyomni azt a képet, amit látunk, és ebben az esetben azért mondjuk a falra kivetített YouTube lejátszónk az, az veszít a képélességéből, de a szövegek Teljesen olvashatóak messziről, közelről egyaránt, és igazából minden teljes mértékben használható. A bevideri eszközök tekintetében ö, gesztusokat tudunk használni, ilyenkor ö, szépen mutogatunk magunk elé, van az Ertep, amivel ez gyakorlatilag a kattintás, a másik pedig a Bloom, azt hiszem Bloom névre hallgató kézmozdulat, amivel kilépni tudunk, vagy menüket megnyitni, ö, illetve ezen kívül nyilván a Scrollra, meg egyéb nyilván is érzékeli az, a csippentést, ö, Azért alapvetően ezek a gesztusok ö, még messze menőkig bővíthetőek lesznek a későbbiekben, de már most megoldható rajta minden, illetve ezen kívül a a hangvezérdés az, amire rágyúrtak, ez mint magyar felhasználó, nem feltétlenül annyira hasznos. Nyilvánvalóan a Nextel, meg az ilyenekkel, Next Page, Page Up, Page Down, az ilyenekkel teljesen jól boldogulok, azonban abban az esetben, ha valami olyan kifejezéssel találkozok, amit nem annyira könnyű mondjuk kiejteni, lehet számomra, lehet a magyarok számára, akkor ott lehetnek problémák. Én személy szerint egyébként egy picit hiányalom az egyszerűen hozzácsatolható billentyűzetet, az egér nem feltétlenül szükséges, azonban a billentyűzet szerintem hatalmas könnyebbség lenne, ugyanis a géperés, abban az esetben, ha nem tudjuk bediktálni feltétlenül a dolgokat, az hiányozni fog. Nagyon-nagyon. Hosszú távon egyébként kifejezetten fárasztó a karunkat lengetni mindenért és kinyúlni. Elképzelni nem tudjátok, hogy egyébként mennyire kényelmes az a jelenlegi setup, amit használunk a számítógépeknél, hogy a kezeinket letámaszthatjuk valamire, hogy nem csak a levegőben kell mutogatni, hogy nem a levegőben próbáljuk eltalálni a dolgokat. Ezek mind-mind olyan kényelmi funkciók, amik ugye egy, egy ilyen esetében már nem élnek, és azért ez egy szintén egy fél három négy órás felhasználás után már jelentkezik, de valószínűleg hozzá lehet szokni majd hosszú távon, illetve ez kényelmesedhet még. Mókat a gesztusokat egyébként nagyon stabilan érzékeli. Ez az eszköz, mint mondtam, nagyon a fejlesztésünk az elején áll, nem? Ez igazából valószínűleg egyáltalán nem igaz, valószínűleg nagyon-nagyon régóta fejlesztik már, azonban így a, a nagy tömegek előtti életének Elején tart gyakorlatilag, és még csak most kezdenek hozzá alkalmazásokat írni, így nagyon-nagyon nehéz rengeteg izgalmas dolgot mutatni rajta. Én igyekeztem átnézni a dolgokat, igyekeztem utána nézni a dolgoknak, és amit találtam, azt már próbáltam nektek megmutatni ebben a videóban, nyilvánvalóan a szűkös lehetőségeim belül. Azonban a jövőben még nagyon-nagyon sok minden várható. Ó, oh, egyetlen egy dolgot nem mutattam meg. Uh, ugye abban adódóan, hogy ez nem az én eszközöm, nem az én accountom van rajta, uh, nem akartam feltétlenül kilépni, belépni, nem tudom, hogy mennyire érzékeny, nem tudom, hogy miket kell akkor beállítani, de egyébként képes az Xbox One-ról streamelt képet csak úgy, mint ahogy a YouTube lejátszót kirakni a falra, és lehet úgy játszani rajta keresztül, ami kérdéses, hogy fontos feature -re. De az biztos, hogy nagyon vicces. Összességében ennyi lett volna ennek az eszköznek, illetve a kiterjesztett valóságnak a nem szigorúan technikai, hanem sokkal inkább élményközpontú bemutatója. Abban az is, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és nem sokára ismét találkozunk.